Sziasztok! Én Hodgyai Attila vagyok, és a mai használt autó tesztben egy 2013-as faceliftes Skoda Superbet fogok nektek bemutatni. Nem lesz túl hosszú teszt, inkább ilyen körbejárós, belülmegnézős teszt lesz, de viszont úgy éreztem, hogy ezt nem hagyhatjuk ki a listából. Egy nagyon szép állapotú, egy nagyon megkímélt, gondos gazdától származó Skoda Superbet tudtunk szerencsére megvásárolni, aminek még a gazdája is megvan már azonnal, tehát nem fog itt állni a parkunkban. 2001-ben került fel a Skoda modellpalettájára a Superb, ami a Volkswagen Passat hosszabbított MQB padlólemezére épül. 1939 és 46 között ők már használták a Superb nevet, egy megkülönböztető jegyként azon Skoda vásárlók részére, akik egy mégis jobb és elegánsabb autót keresnek. Hát még mindig ez egy középkategóriás autó, viszont a Skoda modellpalettáján egy csúcsmodellnek számít. Óriási helykínálat van benne, nagyon jók az autónak a paraméterei. Ami már elsőre látszik a régi, ezelőtti generációs, vagyis az első generációs Skoda Superb és a második generáció, vagyis ez között, azok az első új lámpáknak a dizájnja, innen jön ki már az ablak csúcsoló, nem külön egy kis kapcsolója van, megváltoztatták magát a hűtőrácsot is, ami szerintem nagyon jól néz ki. A ködlámpa is új dizájnt kapott, ugyanez a dizájn változás a hátsó felére is érvényes, ezt mindjárt meg fogjuk nézni. Ez a második generációból is a facelift változat, ami 2013-tól jelent meg. Ebben egy 2 literes turbodízel motor van, 140 lóerővel és 320 Nm nyomatékkal, ami nem semmi. Az autó már 1750-es fordulatnál le tudja adni ezt a nyomatékot, ami tényleg jól érződik, eszméletlen könnyű vezetni, nagyon gyors a gázreakciója, brutális menet teljesítményekre képes. Így néz ki egy gyönyörű motortér. Még csak olajpára nyom sincs az autón. 143.000 kilométerben van. A 0-ról 100-ra pontosan 10 másodperc alatt gyorsul, és 212 km/h a végsebessége, ami bőven elég az itthoni sebességkorlátokhoz viszonyítva, de egy kinti autópályán is bőven megállja a helyét. Már hosszanti LED lámpás hátsó lámpáink vannak, valamint nézzétek meg ezt az óriási csomagtartót, ami nyílik így külön, tehát látszik, hogy így fel lehet így is nyitni, de ezen kívül van egy másik fajta, vagyis egy hatchbackes nyitású verzió. Ha innen nyitjuk jobbról, akkor egyben nyílik az egész ablakkal együtt, így azért már mindent befal ez a kocsi. A csomagtartó méret 595 literes, de a hátsó ülések lehajtásával 1700 literre bővíthetjük a csomagterünket, ami óriási. Az autó súlya 1535 kg, de egészen 2095 kg-ig terhelhető, ami tényleg bőven elegendő csomagteret biztosít nekünk, valamint 5 személlyel is nagyon kényelmes utazni. Majd meglátjátok, amikor a belteret fogom mutatni, hogy hátul ekkora helyet autóban rég nem láttatok. 4833 mm hosszú, 1817 mm széles, 1462 mm magas az autó, tényleg szép lapos, szélvédő is nagyon jó szögben van bedőtve. Én azt mondom, hogy minőségben nagyon-nagyon hasonlítanám egy nemrég járt nálunk egy 2015-ös Passat. Ugyanezt a minőségérzetet éreztem benne, lehet, hogy az alszigetelés nem pont olyan, de az anyagok minősége, összerakási szintje, felhasználása, minden nagyon-nagyon hasonló. Ugye egy koncernen belül van a két márka, viszont mindenki úgy próbálja a Skodát behatárolni, hogy ez a leggyengébb Volkswagen márka, stb. Szerintem ez nem igaz. Nagyon is felvették a kesztyűt, nagyon jó minőségi autókat gyártanak. Térjünk rá a beltérre. Az ember beül, csodálatos anyagokkal találkozik. Puha a műszerfal, szép ez a szárcsiszolt alumíniumra hasonlító műanyag, vagy nem tudom alumínium, de szerintem inkább műanyag. Ami egy nagy előny, hogy nem találunk sehova zongoralakot. Van egy húzható fenyőklőnk, ami tényleg még két személy részére is bőven elég széles. Nagyon sok a tárolórekeszünk, itt van kettő darab pohártartónk. Itt van egy ilyen elhúzható kis rekeszünk, amiben megtaláljuk az autónak mondjuk a pultkulcsát. Ide az ajtón levő nyílásokba befér akár egy 2 literes palack is. Még nem vagyunk a nagy kijelzők világába, itt még egy normális kisebb konzolt kaptunk. Kapunk egy emberi méretű kesztyűtartót. A kormány eszméletlen fogásra, ez a finom bőr, amit használ a Volkswagen az utóbbi 6-7 évben. Nem tudom,
elismerem, hogy tényleg más autógyártó nagyon nem tudja ebbe az árba, ebbe a kategóriába. Kormányról minden állítható, tehát ez már megkapta az a kormányról irányítható sebességkorlátozást, valamint a tempomatot. Van benne távolságtartás, tehát elég sok extrával fel van szerelve ez az autó. Kétzónás klímánk van még, szerencsére manuális tekerőink vannak. Kijelzőnkön frissített navigáció és az autó összes adatát elő lehet hozni. Elektromos ablakaink vannak, itt is maga az a rész, ahol a kezünket kell letámasztjuk, az puha. Maga az ajtónak az egész szerkezete puha. Az ülések tartása brutál. Tehát tényleg utcai autóba, ami nem direkte sportkivitel, vagy valami ilyen jó tartó ülésekkel ritkán találkozik az ember, még mellé a fejtámlák is valahogy olyan szépen előre vannak dőjtve, hogy teljesen tökéletesen kényelmes, az ergonómia nagyon jó, lábterünk bőven van elől is, tehát ez az ülés az nincs hátra tolva, de mégis nagyon jó férek benne, fejterünk bőven van, világos a beltér, ettől még nagyobbnak tűnik az autó, tehát még ad egy ilyen plusz érzést. Nekem ami tökéletesen tetszik a kormányon például az, hogy itt alul is van egy ilyen kis lyuk kihagyva, hogyha az ember pihentetni akarja a karját, akkor csak itt alul fogja, mi mondjuk ugye az autópályás vezetésnél. Hadsebességes, manuális kéziváltónk van, tökéletes fogása, bőrözött, krómozott, bőr szoknyája van neki, ami nincs sehol kiszakadva. Nézhetjük azt, hogy ez az autó 2013-as, tehát már elhagyta a 6 évet, de minden gomb, az összes kapcsoló, minden olyan, mintha eredeti állapotában lenne, egyáltalán nincs megkopva. Ezt ha most gurítanák ki a gyárból egy szép külső besőmosás után, akkor simán elhinném, hogy új. Ebben még nincs meg az a nagyon nagy ridegség, ami a mostani német autós eleganciát jellemzi. Tehát tényleg a Passatba kapunk minden egyenes, minden merev, minden szögre van vágva. Itt azért vannak még hajlások. Tetszik az, hogy itt a műszerfal is megvan egy kicsit hajlítva. Mégis megvan a kis hűvössége, de nem az a teljesen elszigetelt, ki vagyok én hűvösség, hanem valahogy kompromisszumot talált egy normális határon belül. Van ülésfűtés mindkét oldalra, a hátsók is egy digitális kijelzőt kapnak a klímához. Nézzük is meg! És most érkeztünk meg az autó csúcspontjához. A brutálisan óriási és felfoghatatlan nagy hátsó térhez, ahol az előbb rám beállított ülést, hogyha megfigyeltétek, akkor még van 40 centi, 30-40 centi, tehát brutális fejtér is. Ugyanúgy a középen ülőnek is. Nem az van, hogy be van szorítva ide, nagyon jó kemény az ülőlap, de itt még kétfelől simán elfér a két felnőtt lába, tehát nincs az, hogy összeérünk, egymást tapossuk, stb. Stb. Hátul kaptunk egy szivargyújtós töltőt, valamit ide megkaptuk a kis digitális kijelzőnket, hogy lássuk, hogy hogy van beállítva elő a cucc. Hátul ülőknek is ugyancsak jutott könyöklő. Könyöklő jó nagy, nagyon kényelmes, a szokásos Volkswagen-es kiugró pohártartóval, ugye ebbe is simán egy másfele üveg befér. Visszanyomjuk, lehajtjuk. Innen be tudunk nyúlni hátul a csomagtartóba, tehát ha valami olyasmit akarunk előszedni, édességet, bármit a kirándulás során, akkor csak itt hátra nyúlunk és kivesszük, nem kell megálljunk. Itt is van kis szellőző nyílásunk, tehát nem a megszokott középső helyen van. A vezető kényelme is nagyon brutális, tényleg azonnal rádál a kormány, de amúgy lehet állítani lefel, kibe és nagyon nagy szögbe, tehát sok autónál ez csak nagyon kicsi játékot enged meg, itt jó sokat. Teljesen elektromos üléseink vannak, tehát nyomom a gombot, minden elektromos, memóriás is. Háttámla. Ó, de finom. Ugyanúgy vissza. Három fokozatot tudunk benne memorizálni, tehát hogyha három különböző ember használja az autót, mondjuk cégautóként, nem kell örökké átállítgatni az ülést, hanem tényleg egyszerűen és nagyszerűen megjegyzi. Indítsunk rá egyet az autóra. Szokásos Volkswagen-es bicska kulcs, ugye? És így indul egy jó autó. 143 ezer kilométerbe, hidegen, azonnal indul, szépen pötyög a motorja, tehát ennél jobb választás is, ennél jobb verzió ebből a példányból ritka.
Te is rendelhetsz bármilyen használt autót külföldről, garanciával, rajtunk keresztül, ehhez hasonló és más típusú autókat is nagyon szívesen rendelünk. Ha ránk bízod az autó kinézését, akkor 3 hónap garanciát vállalunk mind a motorra, mind a kapcsolószekrényre, mivel mi olyan kapcsolatokkal dolgozunk, ahonnan tényleg reális állapotú és reális kilométerben levő autókat lehet megvásárolni. Autórendeléshez, autóbeszámításhoz, leasinghez, részlethez hívj engem a 0722 520 959, vagy kollégáimat a 0755 107 102, vagy a 0755 107 110-es telefonszámon. Címünk Betlenfalvi út 298 Székelyudvarhely, Autogroup Simo, Renault Selection. Használt autóparkunkban több mint 200 autóval dolgozunk már. Köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a kis gyors tesztet. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, itt a bal alsó sarokban lehet feliratkozni. Valamint ha további autóteszteinket szeretnéd megnézni, akkor ide a jobb felső sarokba kell kattintanod. A következő tesztben egy 2004-es, 4x4-es Suzuki Vitarát fogok nektek bemutatni. Iratkozz fel te is, hogy ne maradj le a Suzuki Vitarás tesztünkről sem.